rátérnénk erre a levélre, pontosabban az úgynevezett nemzeti konzultációra, szeretném egy kicsit messzebből kezdenénk. Mind kettőjüket, tehát Hahn Endrét és Vásárhelyi Máriát, amint tudják, mind a ketten szociológusok, Hahn Endre hivatásos közvéleménykutató, de én most nem a közvélemény kutatásról kérdezik először, hanem a közvélemény alakításról. Úgy gondolom, hogy a közvélemény kutatás az csak egyik része, ahogy tetszik, a kezdete a közvélemény alakításnak, és hát most már néhány éve elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy a közvélemény kutatás nem segít alakítani a közvéleményt, hanem maga a közvélemény kutatás, vagy az annak mondott kutatás azonos a közvélemény, mondjuk finoman, alakításával. Az első kérdésem az lenne, hogy magyarázatok annak, hogy mi a különbség a nemzeti konzultáció és egy szakemberek által végzett felmérés között. Annyi kiegészítés, hogy Marcs is közvéleménykutató szakember. És nem csak, hogy nagyjából egy hajóban evezünk, hanem valamikor együtt dolgoztunk még az Átkosban, az akkori Magyar Közvéleménykutató Intézetben, és annak az elődjén, amit tömegkommunikációs kutatóközpontnak neveztek, és tényleg minden alkalommal szóba kerül, az jól esik elmondani, hogy ez egy unikum volt a szocialista táborban. Nagyon jó intézet volt. És azért is érdekes, nem csak úgy nosztalgiával mesélem, mert egy kicsit azért a tárgyunkat, hogyha úgy igazán alaposan körül akarjuk járni, érdemes visszamenni, hogy hogyan is volt ez abban a teljesen, ha puhának is nevezhető diktatúrában, ahol ezt az intézetet, amelyik említettem, és ahol a politikai közvéleménykutatásnak, a legújabbkori politikai közvéleménykutatásnak a bölcsője volt, hogy ez teljesen pártirányítás alatt működött, mégpedig a nevezetes agitproposztály volt a felettes szerv, és azt hiszem, hogy nem nagyon apologetikus az a megállapítás, ugye ennek ellenére abban az intézetben az a kutatói szabadság, ha nem is teljesen korlátlanul, de elég nagy mértékben érvényesül. És ott komolyan, nagyon komolyan vette az egyébként nagyon fiatal kezdő társaság szakmát. Természetesen készültek, nem is elsősorban a közvélemény befolyásolását célzó kutatások, inkább azt mondanám, hogy az apparátus befolyásolását. Persze ez leegyszerűsítés, de nagyon sok olyan kutatás készült, amelyek tulajdonképpen akkor azt megelőző időszaknak a jelenlévők talán még emlékeznek arra, amit hangulatjelentésnek neveztek. Ez volt a hatalmas fejlődés, vagy fordulat, pontosan a 60-as évek második felében, amikor gazdasági reform is volt, meg sok minden mással próbálkoztak. Ez egyik ilyen újítás volt, hogy használjunk korszerű nemzetközi szakmában kidolgozott és kipróbált eszközöket arra, hogy megismerjük, mit gondolnak az emberek, nem csak besugói jelentések, meg a párt hierarchián ugye fölfelé áramló hangulatjelentések révén. Na hát szóval ez a mi Marcsival közös gyökerünk, és erről is sok mindent tudnánk mesélni, de hát most mégiscsak a jelenről van szó, amelyik egy nagyon, az én szememben nagyon negatív fordulat következett be tulajdonképpen. Azt hiszem lehet ezt egy fordulatnak nevezni, bár egy folyamat zajlik, de az Orbán Viktor Köcsei beszédében megfogalmazott centrális politikai erőtér, az a
pluralizmusnak, ebben beleértve a vélemény pluralizmusnak a nyílt elutasítása, a nyílt megtagadása vagy elvetése. Ezt pedig én már akkor tudtam, nem sokan vették észre, még vitatkoztam is akkor barátaimmal, kollégáimmal, akkor tudtam, hogy ez tulajdonképpen a mi szakmánkra nézve, konkrétan a politikai közvéleménykutató szakmára nézve is súlyos fenyegetést jelent, és ennek meg is látszik ma már az eredménye. Nem közvetlenül, nem arról van szó, hogy betiltották a közvéleménykutatást, nem arról van szó, hogy a sajtóból kitiltották a politikai közvéleménykutatást, de ha jól megfigyelitek a sajtót, akkor a 2000 első évtizedében még bőven volt, de nagyjából az elmúlt 5-6-7 évben fokozatosan csökkent a nyilvánosságban, a sajtóban a politikai közvéleménykutatások, és ez az igazi probléma, mert az, hogy az apparátusnak mi készül, hogy a pártok saját céljaikra, kampány célokra milyen kutatásokat készítenek, az csak az egyik dolog, és erről sokkal kevesebbet tud a nyilvánosság. De az, hogy folyamatos visszajelzések legyenek arról, hogy mondjuk egy tervezett intézkedésnek mekkora a támogatottsága, ennek lehet olyan haszna is, hogy a politikai döntéshozók figyelembe vegyék, alkalmazkodjanak hozzá, aztán esetleg valamilyen eszközzel megpróbálják befolyásolni, és én ebben semmi rosszat önmagában nem látok, hogyha meg akarják győzni a közvéleményt valamilyen tervnek a helyességéről. De nincsenek ilyen közvéleménykutatások, amelyek a fő célja mégiscsak az lenne, hogy maga a közvéleményt kapjon, a társadalom kapjon visszajelzést arról, hogy ugye nagyon egyszerű, csak annyi, hogy tudjam, hogy én most kisebbség vagyok, vagy többség vagyok, hogy nekem, hogy az én véleményemmel egyedül vagyok, vagy sem. Szóval ez gyakorlatilag megszintén. Mielőtt itt arról kezdünk beszélni, és egy kicsit már levágott csont is, hogy ez a nemzeti konzultáció mennyire, milyen értelemben kártékony, azelőtt azért ezt le akartam szögezni. Nekem ez nagyon fontos veszélyparipám, mert azon, a Medián azon 2-3 intézet közé tartozik, amelyik az elmúlt 26 évben rendszeresen törekedett arra, még amikor a kormánynak dolgoztunk, tehát a baloldali kormányoktól általában kaptunk megbízásokat, akkor is általában sikerült elérni, részben azért, mert valamivel józanabbak voltak, hogy a számukra készült kutatások egy része is legalább jelenjen meg. Azért a fő baj persze az, hogy a sajtóban gyakorlatilag nincs pénz, tehát ma már azt a pár százezer forintot se tudják kifizetni, amit még 10 évvel ezelőtt simán kifizettek egy ilyen omnibuszos felmérés néhány kérdéséért. És ez ma a fő probléma, és részben mondom, a Köcsei beszéd meghirdette azt, hogy erre nincs is szükség. És azóta is ezt kapjuk, és ennek a már-már karikaturisztikusan eltorzított formája, mármint a vélemény pluralizmus megtagadásának, vagy elvetésének a nemzeti konzultáció. Marci, abban maradtunk, hogy inkább párbeszéd legyen, mint előadás. Azonnal átadom, csak annyit közben, hogy elhoztam magammal egy régen 1973-ban megjelent tanulmányt Pierre Bourdieu-tól, a nagy francia pszichoszociológustól, ahol ő éppen azt mutatja, nem fogom felolvasni, éppen azt mutatja ki, hogy a még szakszerűen végzett és lelkismeretes közvélemény kutatások is mennyire időnként mennyire bizonytalanok, többek közt azért, mert minden válaszadót egyformának tekintenek. Nem csak azon van szó, hogy egyformán kapnak esélyt a válaszadásra, hanem magát a választ tekintik egyformának, holott ez az életben nincs úgy. És hát Vásárhelyi Mária az Eheti Ésben megjelent
cikkében ennél még tovább megy, azt mondja, hogy olyan országban élünk, ahol a lakosság kétharmada nem képes szövegeket megérteni. Tehát például a postai úton vagy az interneten végzett közlönyi kutatásnak a fő gátja az, hogy az érdekelte kétharmada képtelen válaszolni, mert nem érti meg a szöveget. De most inkább arról kérdezem őt is, hogy a közvélemény kutatás, mint olyan, milyen mértékben formálja a közvéleményt. Én még amit a Bandi mondott, ahhoz kiegészítésül elmondanám, hogy az egyik oldalon a nyilvánosságban nem jelennek meg közvélemény kutatási eredmények, tehát nem tudhatjuk valóban, hogy milyen állapot, mit is gondolnak az emberek egy-egy aktuális kérdésre. Eközben már erre nincs bizonyítékunk, de meg vagyok róla győződve, hogy irdatlan mennyiségű közvéleménykutatás készül. Tehát a század végnek juttatott milliárdos összegek jelentős része szerintem erre megy el, hogy a kormány belső körei egy-egy döntés meghozatala előtt tájékozódjanak arról, hogy milyen fogadtatásra számíthatnak. Tehát én nekem az a gyanúm, hogy itt havonta több reprezentatív mintán készülő közvéleménykutatás is készül közpénzeken, csak ezeknek az eredményeit egyáltalán nem osztják meg a nyilvánossággal, miközben hát nyilván erre csak mi emlékszünk, hogy ugye a rendszerváltás idején nekünk közvéleménykutatóknak ez volt az egyik fontos követelésünk, meg elképzelésünk, hogy a közvéleménynek joga legyen tudni azt, hogy milyen a közvélemény. Tehát, mert ugye a Kádár rendszer idején is ezek a kutatások, amiket mi végeztünk a TK-ban, ezeknek a jelentős része hát egy nagyon korlátozott nyilvánosságot élvezett, csak ilyen belső kiadványok, meg voltak ott se, hanem csak mit tudom én, ilyen bizalmas beszámolók formájában került publikálásra. De szerintem ma ugyanott tartunk, hogy igazából a közvéleménykutatások jelentős részének, miközben közpénzen folynak ezek a kutatások, ismeretlen marad a közönség részére. Hogy a közvéleménykutatással hogy lehet manipulálni a közvélemény? Hát nem is manipulálni, alakítani. Én azt gondolom, hogy ennek, amit itt nemzeti konzultációnak nevezünk, de semmi köze nincsen a közvéleménykutatáshoz, ez egy propaganda akció, egyébként nem is azért csinálják, mert kíváncsiak lennének arra, hogy mit gondolnak az emberek erről, mert ők ezt már régeség pontosan tudják. Azért tűzik napirendre ezeket a témákat, mondjuk a bevándorlás kérdését, vagy a halálbüntetést, mert pontosan tudják, hogy ezek olyan témák, amikre gerjed a közvélemény, illetve amivel nagy támogatottságot lehet elérni mondjuk ezekkel az álláspontokkal, ami a kormány álláspontja. Tehát én ezeket tényleg abszolút szimpla, tehát egy ilyen direct mail akciónak tekintem, amikor egyszerűen a postaládánkba már akinek, mert azért itt is javasolnám mindenkinek, hogyha még nem tette meg, akkor tiltsa le a címét ennek a kormányzati, hogy milyen kezdte ez a KEKKH oldalán lett tiltsa mindenki a címét. De én kíváncsi vagyok rá. Tényleg, de talán az interneten nem tudod olvasni a kérdőjüvet, de én nem szeretem, ha betolakodnak a lakásomban, már úgyis állandóan ott vannak, de hogyha ilyen direkt módon. Tehát én azért nem is beszélnék egy lapon erről a két dologról, mert én tényleg úgy gondolom, hogy ennek semmi köze nincsen ahhoz a szakmához vagy tudományhoz, amit közvéleménykutatásnak nevezünk semmilyen szempontból. Tehát én itt ebben a cikkben meg. Tehát először is, ez, hogyha ha 3 millióan fogják visszaküldeni, amire még nem volt példa, mert már az első nemzeti konzultáció kérdőjéveit is, hát ha hiszünk annak, amit mondanak, ugye akkor azt mondták, hogy 1,8 millióan vagy ennyien küldték vissza, hát hiszem, fogalmam sincs, hogy ez igaz vagy nem. De azóta, tehát a többi konzultációnál már nem is beszéltek arról, hogy egyáltalán itt hány kérdőív érkezett vissza, vagy mik voltak az eredmények.
De hát ugye, mivel hogy az, hogy kiküldi vissza, ez számos szubjektív tényező befolyásolja, tehát egyrészt ugye nyilván ez egyfajta szimpátia tüntetés a kormány mellett, tehát nyilván azok küldik vissza, akik meg akarnak felelni a kormány ebéli elvárásainak, másrészt azok, akik nagyon gerjednek erre a kérdésre, mondjuk amit mondjuk itt adott esetben az idegen ellenes, tehát akik de inkább jellemző az idegen ellenes beállítottság, sőt, akiket ez nagyon erősen motivál, azok közül nyilván sokkal többen küldik vissza, és hát akkor végigvehetjük a mintán túl, hogy ez nem reprezentál semmit, egy ilyen minta, a kérdések kontextusba helyezését, a megfogalmazását, a válaszalternatívákat. Tehát azt hiszem, hogy minden ponton bebizonyítható, hogy ezek semmilyen szakmai követelménynek nem felelnek meg, de hangsúlyozni szeretném, nem is ez a cél. Na akkor hadd olvassak fel néhány sort abból, amit ezen a héten az ÉS-ben írt. A célja már a konzultációnak a társadalommal folytatott párbeszéd, a demokratikus vita látszat tevékenységé irányítása. A kérdőívek szerkesztése a legelemibb szakmai követelményeknek sem felel meg, a kérdések és a felkínált válaszlehetőségek dilettánsok, kiegyensúlyozatlanok és manipulatívak, a cél nyilvánvalóan nem a lakosság véleményének megismerése, hanem a kormány propaganda súlykolása. Na, azért itt van a kutya eltemetve, ugyanis tőlünk nyugatra is vannak kísérletek, méghozzá sikeres kísérletek arra, hogy a közvéleményt befolyásolják, de ott ezeket a többé-kevésbé etikátlan vagy tisztességtelen munkákat is szakemberek végzik, tehát tudják, hogy kitől és mit kell kérdezni. Kampányokban szokták használni az úgynevezett pushpoll, tehát ami nem hangzik magyarul olyan jól, de mégis is a nyomásgyakorlás eszközeként, tehát nem az az érdekes, hogy mit válaszolnak, hanem hogy a kérdéssel próbálják befolyásolni az embereket. Azért ennek már itt is voltak jelei, voltak ilyen több, ha jól emlékszem, több tízezres telefonos felmérések, ahol hát legalábbis egyszerre szerepelt információszerzés és befolyásolás a célok között. Ez egy érdekes kérdés, illetve nem olyan nagyon érdekes kérdés, mert egyértelmű, persze, hogy én is azt gondolom, amit Marci, hogy ez nem közvéleménykutatás, de mégis sem teljesen mindegy, hogy ezt a látszatot próbálja kelteni, és ezáltal valahogy megemelni az értékét is az esetleg naív, kevésbé tudatos közönség szemében. És volt vita, mi egy páran egy hirtelen fölindulásból elhatároztuk, hogy ez ellen föllépünk. Úgy értem, hogy egy páran a szakmából, a nem nagyon szűken vett szakmából, de mégiscsak olyanok vették föl egymással a kapcsolatot, akik valamennyire ezzel a társadalom kutatói szereppel azonosulnak, és kérdőívekkel, interjúkkal dolgoznak, és végül is 45-en aláírtunk egy elég részletes állásfoglalást, amelyik tudatosan és egyértelműen szakmailag nézte ezt a dolgot, tehát nem bocsátkozott annak az elemzésében, hogy mit jelent ez az idegen gyűlölet fölkorbácsolása tekintetében, hogy milyen alantas céljai vannak, hanem tisztán csak azt, hogyha úgy tekintenénk ezt, mint egy közvéleménykutatást, akkor milyen számos pontban ki lehetett mutatni, hogy ez teljesen alkalmatlan és megcsúfolása, de volt vita közöttünk is, hogy egyáltalán szabad-e ebbe belemenni, de mégis ez az álláspont kerekedett felül, hogy ennek azért csak van valami felvilágosító
jellege is, hogy igenis azért az emberek szembesüljenek azzal, hogy vannak ennek a szakmának valamiféle alapvető elvárásai. Egyébként utaltál rá, Marcsi, hogy ez egy folyamat, hogy hogyan kezdődött és mennyien küldték vissza. A folyamat, és azért erre nem mindenki figyel, mármint mi persze szakmabeliek kényesek vagyunk erre, de nem hiszem, hogy a közvéleményben túl sokan, szóval hogy általában emberek könnyen kiszúrnák, hogy mint hogyha kicsit el is szempelvettek volna. Tehát van az a klasszikus megközelítés, ezt is amerikaiak dolgozták ki, mi is nagyon gyakran használunk ilyen típusú kérdéseket. Vannak, akik azt mondják, míg mások ezzel szemben azt mondják, és az ön álláspontjához melyik áll közelebb. Ezt azért szeretjük, azért használjuk leginkább ilyen kényes, kontroverziális ügyekben, hogy ugye ezek személyes interjúk, és azért nem könnyű az emberek egy részét rávenni arra, hogy egyáltalán végig gondolják, és ha végig gondolták, van valamilyen véleményük, hogy megmerjék fogalmazni, úgy érzik, hogy ez valamilyen szempontból kockázatos. Szóval könnyű belátni, hogy segíti a választ, hogyha eleve fölkínáljuk, hogy nagyon is lehetségesek ellentétes vélemények, ugye? Vélemény pluralizmus, és nem csak egy centrális erőtér. Na most ez a kérdőív bebizonyította, ez a kérdőívnek álcázott propaganda eszköz, hogy igenis egy véleménnyel is lehet közvéleményt mutatni, mert korábban ők is alkalmazták ezt a egyik így mondja, másik úgy gondolja, és most egy csomó kérdés, vagy szinte minden, aztán minden kérdés úgy szól, hogy vannak, akik azt mondják, hogy a bevándorlás az növeli a terrorizmus veszélyét, ön ezzel nagyon egyetért, inkább egyetért, vagy nem ért egyet. Ráadásul három válasz lehetőségből kettő mindig az igenlő, a pozitív. Tehát, hogyha csak valaki úgy véletlenszerűen x-elget be, akkor is nagyobb esélye lesz annak, hogy a kormány támogató álláspont kerül többségbe. Tehát én azt gondolom, hogy ez súlyos, és én csak azért gondoltam, hogy nekünk meg kell szólalni, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem közvéleménykutatás, ez. Na, és vicces volt, hogy valami intimitást is eláruljak, hogy fölhívtam, szóval voltunk egy páran kezdeményezők, és akkor ilyen hólabdaszerűen mentünk tovább, és kerestünk meg kollégákat, barátokat, régi munkatársakat, és közt én fölhívtam, e-mailt írtam, olyannak is, akit ma kimondottan kormányhoz közel álló szakmabeli embernek tartunk, vagy az, de én fölkészült szakembernek tartom. Szóval nem arról van szó, hogy egy teljesen hozzá nem értő kópler, az más kérdés, hogy mire használja a szakértelmét. És akkor volt egy kis levelezés köztünk, mert ugye én őt is fölkértem ugyanúgy, mint bárki mást, hogy ehhez csatlakozzon. És az volt a fő érve, hogy ez egyáltalán nincs értelme ennek a nyilatkozatnak, vagy ennek a fellépésnek, hiszen ez szó sincs itt közvéleménykutatásról, ez egy politikai marketing eszköz, mondta ő. Más kérdés, hogy ezt ő egy jó politikai marketing eszköznek minősítette a magánlevelezésünkben, de hát természetesen nem csatlakozott. Tehát ő azért, most egy külön kérdés, erről is volt egy kis találgatás meg vita a Facebookon, hogy vajon milyen mértékben támaszkodnak egy ilyen dolog előállításánál szakemberekre, azért feltételezem, hogy valamiféle szakmai részvétel volt ebben, de hát ennek nincs túl nagy jelentősége. Azon túl, hogy azért úgy kíváncsi, de én legalábbis kíváncsi lennék, hogy milyen vastagságú bőr van annak a kollégának az arcán. De hát ez már inkább csak ilyen csámsogás. Nem tudom, bocsáss meg, hogy a kérdésedre válaszoltam. Mi volt a kérdés? Hogy
tehát pontosan az, hogy itt hogy a közvélemény kutatásról van ez szó, vagy pedig egész egyszerűen a nem, egyértelműen helyettesít. Egyértelműen nem. Annyit tennék hozzá, hogy most megnéztem a legutóbbi, van egy olyan kérdés sor, amit hosszú évek óta elég gyakran föltettünk különböző okokból, tehát inkább ilyen elemzési okból, tehát nem azért, hogy az eredményeit mindig nyilvánosságra hozzuk, hanem nagyjából kategorizálni lehet gondolkodási típusokat, mennyire nyitott vagy zárt valakinek a gondolkodása, és ebben a kérdéssorban nagyon sok minden szerepel, köztük idegenekkel szembeni attitűd, kimondottan színesbőrűek, homoszexuálisok, halálbüntetés, egy szó mint száz, most megnéztem a legutóbbi felmérésüket, ami persze jóval megelőzte ezt a mostani fellépést, ami nyilvánvalóan reakció a Fidesz népszerűség vesztésére, azért ezt ne hagyjuk ki a beszélgetésből, és az, hogy a Jobbik legnépszerűbb témáit használják föl egy ilyen kampányban, az azt mutatja, hogy valóban fenyegetőnek érzik a Jobbik mai helyzetét. Tehát zárójel bezárva azt mondhatom, hogy teljesen egyértelmű, amire Marcsi utalt, mint feltevés, hogy sok ilyen közvéleménykutatás előzi meg, ugyanis pontosan ez a két dolog, tehát a bevándorlókkal szembeni negatív attitűd és a halálbüntetés támogatottsága, az a kettő, ami ebben a hosszú kérdéssorban a legmagasabb százalékot éri el. A bevándorlókkal szembeni... Megnézhetem, hogy szó szerint hogy van, nyilván az a korrekt, hogyha szó szerint nézzük, inkább szigorítaná a menekültek befogadását, vagy inkább nem szigorítaná. Ráadásul itt menekültekről van szó, amelyik ugye külön probléma, hogy volt ez a terminológiai vita, hogy mi a különbség a menekült és a bevándorló között, de a magyar társadalom kétharmada, 65%-a azt mondja, hogy inkább szigorítaná a menekültek befogadását, mint hogy nem szigorítaná. És a második, még mindig jelentős többség, ha nem is kétharmados, az 58% mondja azt, hogy inkább támogatná a halálbüntetés kiszabását súlyosabb esetekben. Aztán még jön a kábítószerfogyasztás, szigorú börtönbüntetéssel sújtanák, tehát még erre is készülhetünk. Azt már a homoszexualitás is itt van ebben a sorban, de az már szűken, de nem abszolút többség, 49%. Érdekes, hogy az is szóba került, de ott nem tudom, úgy tűnt, hogy az nem a miniszterelnök saját kezdeményezése volt, mert egy újságíró hozta szóba, de mindenképp alkalmas volt arra, hogy egy ilyen mérsékelten homofób álláspontot kifejtsen. Szeretném visszatérni az előbbiekre. Vásárhelyi Mária azt állítja az ésben, hogy a magyar lakosság egyharmada analfabéta, funkcionális analfabéta, magyar azt jelenti, hogy valaha megtanult írni, olvasni, csak aztán elfelejtette, és a másik harmadának is nagyon komoly szövegértési gondjai vannak. Ezek jól értettem, ezek a számok, Mária? Igen, ezeket nem én állítom, én csak persze idéztem erre vonatkozó kutatásokat. A magyar lakosság kétharmadának az írás-olvasás az nem tartozik a mindennapos gyakorlatába. Ez nem az, de mit tudom én, még a funkcionális analfabéták is mondjuk arra képesek, mondjuk, hogy egy csekket kitöltsenek, vagy néhány szót leírjanak, de igazából az írás és az olvasás még ennek a közel kétharmadnak nem tartozik a mindennapos élettevékenységei közé, és hát kifejezett, tehát mondjuk elolvasni egy ilyen kérdőívet, az olyan szellemi megerőltetés számukra, hogy én azt gondolom, hogy nem is kezdenek bele. Most még
Visszatérve egy kicsit ennek kapcsán is ahhoz, amit a Bandi mondott, tehát én is azt gondolom, hogy azért ezt a kérdőívet, ezt biztos, hogy részt vettek benne olyanok, tehát úgy szakemberek is, tehát akik értenek ehhez, csak azt gondolom, hogy utána a propagandist, tehát hogy nyilván itt folyik valami tímmunka, ahol nyilván a propaganda szempontok mindig felülírják a szakmai szempontokat, de hogy részt vettek benne szakemberek, ezt abból is gondolhatom, mert ami az igazi dilettantizmus, az ez az internetkonzultáció, ami most kezdődött el, azt hiszem, ezen a héten. Tehát, hogyha ott valaki megnézi azt a kérdőívet, akkor meglátja, hogy milyen az, ami viszont biztos, hogy tehát hozzáértő ember soha nem láthatta azt a kérdőívet, valami olyan elképesztően bonyolult kérdések, és még ennél is bonyolultabb válasz alternatívák vannak felsorolva, hogy az biztos, hogy nem látta olyan ember, vagy nem kontrollálta, aki... Mert itt azért ez tulajdonképpen abból a szempont, tehát ez a bevándorlásról és terrorizmusról szóló kérdőív, abból a szempontból, amit ők el akarnak érni vele, abból a szempontból igazából azt kell mondanom, hogy professzionális. Tehát nekik nincs is más céljuk ezzel, mint amit el is érnek szerintem vele. Mondjuk annak a közönségnek a körében, akinek ezt szánják, mert nyilván nem nekünk küldik ezeket a kérdőíveket, mi csak úgy beleessünk, mert mi még benne vagyunk ebben a populációban, legalábbis statisztikailag, de nem nekünk szánják, és egyébként még ugyancsak arra reflektálva, amit a Bandi mondott, hogy elpofátlanodtak. Valóban elpofátlanodtak, mi meg bele is fáradunk ebbe. Én az életem millió pontján érzem, hogy ők erre kifárasztásra játszanak, mint amikor a hal rákad a horogra, és akkor ott vergődik. Amikor az első nemzeti konzultáció indult, akkor még mi a nyilvánosság klubbal nagyon komolyan vettük, és mármint hogy hát ez tűrhetetlen, meg valamit kell csinálni, és akkor fölvettük a kapcsolatot ezzel ezzel a bonyolult nevű kormányzati intézménnyel, amelyik kiküldte a kérdőíveket és visszaérkeztek, és megkérdeztük tőlük, hogy elmehetnék-e megnézni, hogy mi folyik ott, meg hol vannak ezek a kérdőívek, meg hogy dolgozzák föl meg. És akkor még fogadtak is minket, meg a Beti és Ivánnak hívták ennek az intézménynek a vezetőjét, most már valaki más lett azóta, és hát ott eljátszottak nekünk igazából egy műsort, így tényleg ott a folyosón föl voltak kötegelve iszonyatos mennyiségű kérdőív, akkor bevezettek egy szobába, és mondták, hogy hát itt folyt a kérdőívek feldolgozása, de már nem folyik, mert már végeztek vele. Most látszott, vagy legalábbis nekem úgy tűnt, hogy ezek a fal mellé föltoszott kérdőívhegyekhez senki hozzá nem nyúlt soha. De minden esetre akkor még ugye mi is azt gondoltuk, hogy ez komoly dolog, és elmentünk ezt megnézni, és ott tényleg bevezetett minket a szobájába, és hosszasan ecsetelte, hogy micsoda őrületes munka folyik ott náluk. És mire ide jutottunk a nem tudom hanyadik nemzeti konzultációhoz, valljuk be, már mindannyian tulajdonképpen csak a vállunkat vonogatjuk, hogy hát igen, ez van. Így folyik, és ők meg azt látják, hogy hát tényleg mindent megengedhetnek maguknak, mert ugye egyre inkább, tehát egyre csökken ezzel kapcsolatos reflexiók. Mi itt egymásnak elmondjuk, meg mondjuk én megírom az ÉS-be, vagy aláírunk 45-en egy ilyen tiltakozás, de... Azóta már még azt hiszem 280-an. Igen? Mert kirakta egy kolléga a petíciók, pont. Szóval, de akkor is ilyen dühöngőnek tekintik, tehát, hogy mi itt így egymásnak morgolódunk, meg méltatlankodunk, de hát igazából is van is ebben valami, hát ez nem fogja a közvéleményt befolyásolni, hogy mit beszélünk egymással. Szerintem ez egy ilyen, tehát hogy vezessük le ezeket tehát nem folytják belénk a szót, csak ne kerüljön túl széles nyilvánosság elé ez a dolog, de ettől már nem is kell félnünk, mert igazából tényleg nem érdekli az embereket. Gondolom, hogy a jelentős részük, ahogy kiveszi a postaládából, rögtön dobja a szemétbe, ugyanúgy, mint a spár reklámokat.
akiknek viszont ők szánják ezt az egészet, azok meg azért lelkesen kitöltik és visszaküldik, és szerintem ennek elsősorban ez a szerepe, hogy megerősíteni az ő híveiket, vagy akik hasonlóan gondolkodnak erről a kérdésről, abban, hogy ők erről elmondhatják a véleményüket, és visszaküldhetik, és akkor ez fontos lesz. És ha jól értem, jól láttam, van ott fölül egy kis kód, amiből a válaszoló azonosítható. Igen. Meg a nem válaszoló is most már. Ez az első... Azt hogy csinálják? Hát, hogy ők tudják, hogy kiknek küldték ki, és meg nyilván van erre program, hogy ki küldik vissza. Tehát nekik már úgymond hosszú távú idősoraik vannak arról, hogy kik válaszolnak az ő kérdéseikre, kik nem válaszolnak a kérdéseikre, mert ez a vonalkód, ez ott volt már az első, tehát a 2011-es konzultációnak a kérdőívén is, tehát ez tulajdonképpen azért egy ilyen adathalászat, vagy a Kubatov listák frissítését, tehát azért nagyon sok funkciója van igazából ennek a kérdőívnek, amire nem is gondol nyilván az az ember, aki hát egyszerűen csak vagy visszaküldi, vagy kidobja, hogy még ezen kívül mennyi mindent lehet megtudni egy ilyen kérdőívből. Na, akkor térjünk rá egy kicsit a részletekre. Ennél arra szeretnék rákérdezni, hogy például az idegenekkel, nem bevándorlók, általában nem magyarokkal szembeni érzületek módosultak az utolsó 25 évben, méghozzá negatív formában. Erről milyen adatait vannak? Hú, hát most... Nem olyan egyértelmű ez, Ez nagyon, ez részben hullámzó, részben ugye nyilván függ, az az érdekes dolog, hogyha nagyon rossz a közhangulat, amit többféle módon lehet mérni. Nekem a kedvenc kérdésem, de hát ez is közismert, az, hogy jó irányba vagy rossz irányba mennek a dolgok, mert az nem egy direkt politikai állás, vagy nem egy direkt pártpolitikai állásfoglalás. Néha azért nehéz közvéleményről beszélni, mert olyan egyértelmű, hogyha ha nyilvánvaló álláspontjai vannak a politikai erőknek, akkor a hívek megfelelően fognak válaszolni. Tehát nagyjából olyan lesz a megosztás, mint amilyen a szavazási arány. De az a kérdés, hogy jó irányba vagy rossz irányba mennek a dolgok, az nem egyértelmű, mert mindenféle okból lehet az irányt mondjuk rossznak tartani. De hogyha ez például azt mutatja, hogy a közhangulat romlik, akkor minden, majdnem mindenben látszik ennek a jele. Például, most csak tényleg egyszerű példákat hozok, de mindenféle kisebbség elleni, antiszemita érzelmek, vagy a homofób érzelmek, ezek mind nőnek, de nem mondanám azt, hogy ezek tendencia szerűen a rendszerváltás óta romlottak, mert kezdetben is rossz volt például a szabad piacgazdaságnak egy csomó attribútumát negatívan ítélte meg az ország már az MDF kormány idején, miközben mindenki azt szerette volna, hogyha úgy élünk, mint Ausztriában, de hogyha versenyről, az árak piaci alakításáról volt szó, akkor ez negatív véleményeket váltott ki. Na most ebben volt javulás, és most tényleg csak, hogyha hosszú távú tendenciákról beszélhetünk, akkor mostanában újból fölerősödnek mondhatnám, az a propaganda, amelyik a bűnbakképzés. Tehát ez a lényeg, hogy bűnbakokat kell képezni, hogyha feszültségek vannak a társadalomban, és ugye az antikapitalista érzület, ami hát vitatható, hogy milyen mértékben, de mégiscsak korrelál az antiszemita érzülettel, ami például a bankárok, multik. Igen, szóval ezek között, hogy úgy mondjam, elég magas a korreláció. Tehát ezeknek, és ezt tartom nagyon súlyos problémának, hogy ezt tényleg tudatosan korbácsolják föl, ahelyett, hogy,
hogy az inkább az összhang és a harmónia irányába mennének. Egyébként tényleg én is ambivalens vagyok, hogy érdemes-e foglalkozni a részletekkel. De igen, azt gondolom, hogy érdemes, mert azon túl, hogy mi tényleg egy szűk körben esetleg pöfögünk, de azért mindenkinek vannak szomszédai, ismerősei. Én például a szomszédokban lakó, elég radikális, jobboldali emberekkel ilyen Nagy Magyarország matricát ragasztanak ki az ajtaikra, meg koronás címet. Szóval én ezekkel az emberekkel teljesen normálisan tudok beszélgetni, és hát mondjuk néha komikus helyzetek adódnak, de azért fölhívom a figyelmet. Nem mondom, hogy látok bármi reményt, de azért csak fölhívom a figyelmet egy-két olyan ellentmondásra, amit nehezen tudnak ők is feldolgozni. Szóval ez a kérdés, ez azért több, mint egy egyszerű kis szakmai hiba. Ez a harmadik kérdés, nem tudom, ki olvasta végig, vették a fáradtságot végigolvasni, vagy csak undorral kidob. Mert érdemes megnézni. Szóval amit én mondtam, hogy puspolnak nevezik a kimondottan olyan célra készült kérdéseket, amik a tudat, hogy úgy mondjam, tudatmódosítást szeretnének elérni. Hát ez a hármas egy egészen durva példa, mert azt mondja, hogy vannak, akik szerint a Brüsszel által rosszul kezelt bevándorlás, tehát eleve van egy állítás, hogy Brüsszel rosszul kezeli a bevándorlást, és hogy ez összefüggésben van a terrorizmus térnyerésével. Hát itt két teljesen különböző dolgot kapcsol össze, nagyon tendenciózusan, és utána, hát ahogy erre már utaltam, egy ilyen kérdés után minimum 5-fokú skálákat szoktunk alkalmazni, teljesen egyetértek, inkább egyetértek, nem is tudom eldönteni, inkább nem értek egyet, vagy egyáltalán értek egy 5-fokú skálán. És ehhez képest itt van egy 3-fokú, vagy teljesen egyetértek, vagy inkább egyetértek, esetleg nem értek egyet. Tehát ez, amire már az előbb utaltam, hogy egy ilyen nagyon durván tendenciózus kérdés is mindenképpen nagyobb valószínűséggel váltja ki az egy. Arról nem is beszélve, hogy van ez a klasszikus jelenség, hogy az emberek olyan dolgokban, amiben nincs határozott véleményük, és ebben alig ha van határozott véleményük, akkor inkább mondanak igent, mint nemet. Különböző pszichológiai okokból. Tehát, de sajnos tényleg olyasmi rágódunk, amin nem sok értelme van, teljesen igaza van Marcinak, hogy valószínűleg ezt senki nem dolgozza föl olyan igényel, mint amit egy szakmai, egy kutatás általában feltételez. Akkor hadd mondja két számot, csak hogy lássuk, hogy miről van szó. Az első, ha csak a franciaországi terrortámadásokat veszem, a franciaországi terrortámadások összes elkövetője Franciaországban született francia állampolgár. Tény az, hogy szinte mindegyik, bár nem mindegy, de szinte mindegyik észak-afrikai bevándorló gyermeke, de ismétlen Franciaországban született, franciaországi járt iskolába, és így tovább. Mellesleg volt egy-két elkövető, aki, ha úgy mondjam, tőzsgyekeres francia, áttért az iszlámra, és így kívánta bizonyítani hithű muzulmán volt. Tehát a másik szám, ami ezzel nem függ össze, Magyarországon most mi a helyzet? Magyarországon jelenleg 150 ezer, ha úgy tetszik, külföldi él, tehát nem magyar állampolgár, és nem szomszédos országból érkező, 150 ezer, ezeknek a fele 75 ezer Európai Uniós állampolgár, általában azért vannak itt, mert itt dolgoznak valamilyen változatnál. Tehát maradt 75 ezer, aki nem az Európai Unióból jön, ebben vegyesen vannak törököktől kezdve kínaiak, mindenféle. A másik szám, ami ezzel korrelál, hogy hányan kaptak az elmúlt évben politikai menedékjogot, tehát letelepülési jogot Magyarországon 500-an. Tehát lényegében egy olyan
kérdéskomplexumról végeznek kutatást, amíg nem létezik. Ami egész egyszer nincs. Van egy másik kérdésem, talán Mária tudja válaszolni, mi a helyzet a pirészekkel? Hát a pirészek, igen, ez egy ilyen, nem tudom, ilyen szakmai, igen, igen, szóval ez egy ilyen szakmai fogás, hogy rákérdeznek egy olyan népcsoportra is ezekben, hogy melyik kisebbség vagy népcsoport az hogy viszonyul a megkérdezett, és akkor közé teszik a pirézeket is, akik egy nem létező népcsoport, és kiderül, hogy őket éppen úgy elutasítják, hogy ki nem állhatják, mint az összes többi úgymond idegeneket. De azért mégis hozzá kell tennem, hogy tehát nem hatástalan ez a fegyver, hogy egészében, tehát ez a kampány, amit folyik, mert ugye most szó volt arról, hogy Magyarországra összesen az elmúlt évben 500-an kaptak letelepedési engedélyt. Most ehhez képest ugye Magyarországról 2010 óta hát ellentmondó adatok vannak, hogy most 350 ezeren vagy 500 ezeren hagyták el az országot. Ami viszont tegnap nem tudom, illetve a Népszabadság hétvégi számában a Csillag István és a Mihály Péternek volt egy nagyon érdekes elemzése a magyar gazdasági helyzetről, és ott ugye ők is, hát erre is fölhívják a figyelmet többek között, hogy hát ugye nyilván a legversenyképesebb, a legdinamikusabb, nem csak a fiatalok, hanem a minden generációnak azok a tagjai mennek el ebből az országból, akik igazából a jövő zálogai, tehát akik nyelveket tudnak, akik rendelkeznek azzal a tudással és azzal a vállalkozó szellemmel, ami mondjuk itt a termelékenységet fokozhatná, Magyarország gazdasági felzárkózását segíthetné. Na erről abszolút nem beszélünk, tehát én legalábbis úgy érzékelem, hogy még ugye majdnem minden családot között vagy közvetlenül érint ez a kérdés, hiszen már szerintem senki nincs, akinek a szűke vagy a tágabb környezetében nincs se, most és különösen aztán Nyugat-Magyarországon, ahol ugye még ráadásul az van, hogy abszolút magasan képzett emberek járnak át Ausztriába, a szolgáltatóiparba, bolti eladónak vagy benzinkutasnak, diplomás szakemberek, tehát hogy ami viszont az igazi problémája mondjuk ebben az összefüggésben ennek az országnak, és ami tényleg a jövőnek a teljesen felelőtlen felélése, arról egyáltalán nem beszélünk, ehelyett beszélünk arról, hogy most 500 vagy 307 bevándorló érkezhet-e Magyarországra egy évben. Tehát nem mondanám azt, hogy ezzel az egész kampánnyal, aminek ez a nemzeti konzultáció is egy része, meg az, hogy erről beszélünk állandóan, nem sikerül, tényleg hát már olyan bejáratott ez, de elterelni a figyelmet a tényleges problémákról, mondjuk most a migráció kérdésében. Na, akkor még engedjék meg, hogy még egy néhány számot mondjak. Visszamegyek az időben, 1956 végén, amint tudjuk 200 ezer magyar állampolgár hagyta el Magyarországot. Ebből 10-15% visszajött a következő hetekben, tehát nagyjából 170-180 ezer emberről beszélünk, aki nem jött vissza. Ezek közül 20 ezer volt az akkori egyetemisták, vagy egyetemet végzettek. Nem, 20 ezer volt csak az tanulmányaikat be nem fejezett egyetemisták száma, és még jó néhány ezer, akik már diplomások voltak, szakemberek voltak, és így tovább. No, a lényeg az, hogy ezelőtt talán 15 évvel keletkezett adat szerint, tehát az események után mondjuk 40 évvel 2000 egyetemi tanár van a világban, abból a 20 ezer diákból, akik annak idején kimentek, 2 darab Nobel-díjas, és én például egy minisztert ismerek, egy holland minisztert ismerek, aki 56-os diák, és hát a többiekről, informatikus szakemberekről, Windows, Intel, stb. Nem beszélek. No, ezzel dicsekedni is lehet, de ebből látni, hogy akkor is már mekkora nagy volt a vérveszteség. A mai ehhez képest még sokkal nagyobb. Szabadnak provokálni?
Mi azonnal átérünk a kérdésekre végig. Én nem kérdést, én provokálni szeretnék. Na, provokálni. Én egy picit úgy érzem, hogy ellaposodunk, Laci. Szóval azt hiszem, hogy arról beszélünk, amivel mindenki egyet ért. Tehát az, hogy megkérdezed a pirézeket, meg erről, ezek nyilvánvaló. Ami engem és amire eljöttem tulajdonképpen, az tényleg a közvéleménykutatás boszorkány konyhája, és engem rettenetesen meglepett az, amikor az elmúlt hetekben egyszerre kiderült, hogy volt egy állampolgár, aki bement egy közvéleménykutatóhoz, és megrendelt egy felmérést arról, hogy egyetértenek-e a vasárnap nyitvatartással, és kiderült, hogy nem, és ez hír lett, ezt bemondta az RTL. És mindenki vasárnapi zárvatartással nem. Csak azért, hogy vigyázzunk, mert akkor tényleg boszorkány konyha lenne. Jó, ez nyilvánvaló, elnézést a rendszer. Szóval, és hogy ez az ember állítólag nem sokkal több, nem tudom, pár százezer forintot fizetett. Ez igaz, Panni? Ez egyáltalán nem titok. Annyira nem titok, hogy ez a kiváló ember, azt hiszem informatikus a szakmája, de elsősorban állampolgárnak minősíteném. Megkeresett, azt akartam mondani előtte, hogy minden lépését dokumentálta, és minden lépését egy internetes oldalon hozzáférhetővé tette. Majd elmondom, hogy mi az, hogyha valakit érdekel. Azt csinálta, hogy megkeresett három közvéleménykutató intézetet, amelyeket ő függetlennek gondolt, a Tárkit, az Ipsost és a Mediát, és kért ajánlatot arra, hogyha ő egyetlen kérdést szeretne föltenni, akkor az mennyibe kerülne. Azt hiszem mindjárt megmondta a tárgyát is, de ez tulajdonképpen mindegy. És azt kell tudni, már itt használtam ezt a kifejezést, de ha most rákényszerülök, akkor röviden elmondom, hogy mit is jelent az úgynevezett omnibus felmérés. Hogyha valaki szeretne egy kutatást, például ez az úr arról, hogy a vasárnapi nyitvatartásról mit gondolnak az emberek, csak mondjuk, igen, mindegy. Az a lényeg, hogy legyen két oldala, hogy az a jó, ha zárva van, az a jó, ha nyitva van. Szóval az omnibus, nem, hogyha ő egy kérdést akarna föltenni, mondjuk, vagy csak öt kérdést, de akkor is még fontos lenne tudni, hogy mit gondolnak erről a fiatalok, meg az idősek, a férfiak, meg a nők, meg az iskolázottak, meg a falusi. Azért hát már több kérdés, mert ilyen úgynevezett szociodemográfiai kérdések. Akkor is egy nagyon rövid kis kérdőívem lenne, és azzal elmenni az országba 1000 vagy 1200 vagy 1500 helyre, borzasztó költséges lenne arány, relatíve. Ezért kitalálták sok-sok évvel ezelőtt már a világban, hogy omnibus. Lehet rajta politika, lehet rajta piackutatás, lehet rajta bármilyen kérdés, és megoszlanak a költségek, egy kérdőívben akár 5-6 témát, 5-6 megrendelőnek is föl lehet tenni. Ez a kiváló Balla Péter ezt tudta, és ezzel a gondolattal keresett meg bennünket. Én is adtam ajánlatot, a Tárki is adott, az Ipsos is. Nem egy időben készültek, külön érdekes volt, hogy úgy a három felmérés körülbelül egy hónap leforgása alatt készült el. Ahogy ő megkapta az eredményeket, közzétette azon a bizonyos internetes oldalán. És ami különösen szívderítő, mert mindig arra szoktak ráharapni a sajtóban is, ha különböznek az eredmények. Itt nagyon nagy mértékben harmonizált. A három felmérés nagyjából 60% körüli eredményt hozott a zárvatartás ellenzésére. Tehát ugyanazt a kérdést tettük föl szó szerint. Ő javasolt valamit, én bátorkodtam pont egy ilyen kiegyensúlyozottság irányába befolyásolni, és ő elfogadta. És
Aztán az egészet úgynevezett manapság divatos crowdfunding, tehát a tömegfinanszírozás meghirdette az interneten, Facebookon, különböző felületeken meghirdette, hogy ha téged is érdekel, akkor szállj be, adjál egy ezrest, vagy akármennyit. Különböző, teljesen szabadon az emberek hozzájárultak, ők fillére elszámolt, és a maradékot, mert több jött be, mint amennyire szükség volt, azt valamilyen jótékony célra fordította. Hát nem tudom, hogy ebben mi volt a provokatív, őszintén szóval. Nem hagytad, hogy provokálja. Én ezt egy gyönyörű. Én szeretnék provokálni, nem ő provokált. De részedről mi volt a provokatív? Az a provokatív. Miért el a boszorkány konyha? Nem. Ez az érdekel, hogy most miért vagyunk ilyen letargiában, és miért nem vagyok gyászunk, háborodban nem vagyok letargiában. És hogy nincs pénz a közvéleménykutatásokra, biztos. De miért nem azért elég, szóval kiderült számomra, hogy azért ezek nem 100 milliós összegek. Tehát végül is lehetne valamit csinálni. És miért nem történik, amikor egy ilyen kérdéssel ott volt egy napon keresztül, ez volt a médiában, ez volt az RTL-ben, hogy igenis a közvélemény nem ért egyet azzal, hogy a kormány bezáratta az üzleteket vasárnap. Aztán azt gondolom, hogy ebben az általános letargiában benne, mindenkiben ez van, bennem is ez van, de valahogy nem veszünk észre valamit, amit pedig Vásárhelyi Mária is nagyon sokszor elmond, hogy valami hatalmas változás történt az információ hozzáférésben. Hát ott van az RTL. Az RTL, amit most már tényleg nem csak a Bibó Társaság tagjai néznek, meg tudnak információkat, hanem azt egy milliós közönség. És ott van a Magyar Nemzet is, ami egy csomót kihoz. És szóval, hogy miért nem történik valami, és miért nem lehet akár szponzort keresni egy közvéleménykutatáshoz? Miért nem? Jó, hát most próbálom. Mi az a valami, aminek történnie kell? Szóval azért ne felejtsük el, hogy néhány hónappal ezelőtt, kedves Hánband és kedves Vásárhelyi Mária, nem igaz az, hogy néhány hónappal ezelőtt a magyar közvéleményben az volt, hogy egymás között beszéltük, hogy na vajon mikor omlanak össze? És mikor történik valami? Most meg, hát semmi nem történik. De azért nem történik semmi, mert teljesen övék a kezdeményezés, és az új lehetőségeket senki nem használja ki. Tehát ennyit akartam provokálni, hogy ne arról beszéljünk, amit a Tárki fölmér. Csak van még egy feladatod, megkérlek, hogy add át a mikrofont Iványi Gábornak, aki nagyon szerény és az utolsó sorban ült le. Köszönöm szépen, mit tegyek vele? Én kérdelek meg, hogy ellen is mondd el a véleményed, ezért gondoltam, hogy most megkérdelek. Jól emlékszem, annak kérdés, hogy ismertessem azt a felhívást vagy állásfoglalást, amit mi kiadtunk a bevándorlás kérdésével kapcsolatban, és sajnáltam, hogy csak ez egy ügyben írtuk ezt a levelet, és a többiben például a halálbüntetés kérdésében nem ezzel, mint a holnap foglalkozik majd az egyházunknak a közülése, egy ülése. Elküldtünk egy levelet, amiben megírtuk a véleményünket a bevándorlással kapcsolatos. Hát ismertettem, hogy egyáltalán érdekeljárni őket ennek a tartalma, de három nap alatt több mint 1000-en aláírták ezt a levelet, és azt gondolom, hogy vannak, akik örülnek, hogyha véleményt nyilváníthatnak, hogyha valaki elég tár egy olyan lehetőséget, amihez valamilyen csatlakozni lehet. Nekem egyébként nem közvélemény kutatás ugyan, de szép emlékem az is, amikor ugye ezelőtt nem is tudom mennyi idővel meg kellett adnunk, hogy egyházunknak hány támogatója van. És én ezt hallgattam, valóban zavart az egész ügy,
és mégis a határidő lejárta előtt 3 héttel írtam nem kérdőívet, hanem egyfajta levelet, és 3 hét alatt több mint 18 ezer, hogy mondjam, ilyen szimpátia szokozását. Csatlakoztak egy házamhoz, hogy mondjuk. Szóval, hogy írt meg szolgáltató az ember. Így rendben van? Vagy mondjam, hogy valami? Levélből, ami úgy szól, hogy a Biblia ismert hősei, Ábrahám, Izrael, József, a pátriárkák és leszármazottaik, Mózes, Dávid, a proféták népe, Jézus, Pál, mind megkóstolták a bevándorlás, az idegenföldön való oltalom keresés nehézségeit. Ebből kiindulva fogadták el isteni parancsként, hogy szeressétek azért a jövőjét, mert ti is jövővények voltatok. Mózes-től idéztem. De ezt csak azért gondoltam felolvasni, mert Pali, azért úgy látszik, hogy mégis történnek dolgok, nem a közvéleménykutatásban, de a közvéleményben. De lehet, hogy tévedek. Békefi László. Én is azt gondolom, hogy történtek dolgok, de nem csak a közvéleményben, hanem azt gondolom, hogy a kormány belső életében. Én nem hinném, hogy ennyire pessimistának kellene lenni, hogy náluk van a kezdeményezés. Persze, bizonyos szempontból náluk van a kezdeményezés, hiszen rettetes, magyar viszonyban rettetes pénz fölött diszponálnak és eszközök fölött diszponálnak. De én pont arra gondolok, hogy én ezeket egyrésztről pánikreakcióknak látom, lehet, hogy csak a remény szól belőlem, de, vagy részben a remény szól belőlem. De részben pánikreakciónak látom, részben pedig egy hogy mondjam, egy olyan műveletnek, amit ugye a vásárlói Mátrés utalt rá, hogy nem csak vonogatjuk a vállunkat. Most ez nem biztos, hogy nekünk rossz, szerintem inkább nekik rossz, hogyha már ez az inger küszöböt nem éri el, vagy nekik is rossz. A pánikreakcióra szerintem a tipikus példa, ugye Orbán Viktornak az a reagálása, ami ugye történt, ez a rettetesen sajnálatos emberülés, ugye lent, ha jól emlékszem, Kaposváron egy fiatal kislányt, egy elmebeteg ugye meggyilkolt a trafikban. Na most ennek a lánynak a vére oltatlanul egyébként rajta pirostik, és nem akarok ilyen szónoki fordulattal élni, de rajta pirostik a Fidesznek a kezén. Ugye a Fidesznek az egyik legismertebb, hogy mondjam, politikai gaztette, még hogyha erkölcsileg nem teljesen a leggusztustalanabb, de mindenképpen az egyik leggusztustalanabb volt, ami mint politikai kategória is egy új dolog volt, hogy ugye amikor már lassan mindent elloptak, akkor ugye csinálj valamit, hogy ellophasd, ugye, tehát létrehoztak egy új kategóriát, hogy a nemzeti dohányfordulót, hiszen el lehessen lopni, ugye. Tehát, hogy ez nagyon csúnyán rájuk égett, és ugye az Orbán Viktor azt gondolom, hogy ezt rettenetesen túlreagálta, vagy legalábbis mutatja, hogy kénytelen volt túlreagálni, hogy egy ilyen rendkívüli, mondjuk ugye egy olyan zsákutcába, egy kommunikációs zsákutcába manőverezte magát, hogy előjött ezzel a halálbüntetés kérdésével, és kifinomodott az egész az, hogy hát nem akarjuk visszahozni a halálbüntetést, csak beszéljünk róla. Hát most elnézést kérek, hát beszéljünk róla. Hát ez egy nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ez komolytalanná tesz egy kormányt, komolytalanná tesz egy miniszterelnököt, ahogy időnként látjuk, amikor ugye nemzetközi színpadon föllép, hogy milyen következményei vannak, szerintem valószínűleg ez is ide tartozik. Visszatérve nagyon röviden a nemzeti konzultációra is egy mondat erejéig, nekem az a véleményem, hogy most az, hogy a Fidesz megpróbál ugye a Jobbik színeibe focizni, ez is azt gondolom, hogy a részükről szerintem talán egy hibás magatartás. És a másik, hogy nekem egy kicsit az az érzésem, hogy valahogy kezd nem is tudom, hogy fogalmazok. Nekem az az érzésem mindig, hogy a demokrácia az egy olyan, mint a fűszál. Hogyha jön a szél, az lehasal egészen a földig, de hogyha vége van a szélnek, az vissza tud állni. A diktatúra az egy betonfal, nagyon sokáig meg sem moccan, de aztán amikor egy kellő nyomás jön, az ugye, ha egyszer ledőlt a földig, soha többet nem fog tudni fölállni. Én úgy érzem, és én ezt mai napig így érzem, hogy nem csak pár hónap felé, hogy nahogy ezek összeomlottak, én azt gondolom, ezek a Fidesz összeomlott. Ez egy nagyon nagy konglomerátum Magyarországon, amíg ezt látni fogjuk, hogy ténylegesen összeomlott, lehet, hogy csak 18-ban, de nekem az a véleményem, hogy soha többet
nem fognak fölállni, és soha többet nem fognak kormányra kerülni. Ez egy másik, hogy sokat fogunk szenvedni, és végig szenvedünk még néhány ilyen nemzeti konzultációt, de véleményem szerint az, hogy ezt az eszközt, ezeket az elcsépelt eszközöket nyomják, ez nem az erősségüket, erejüket, hanem inkább a gyengeséget mutatja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egészen röviden tennék egy impressziót adnék közre, ebből a fölmedvényen elnézési kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy ez túlmegy mind a egyértelműen a két kérdésen. Én ezt egy kifejezetten offenzív, agresszív propaganda fogásnak tekintem, amelynek az aurája független a kérdésektől, a formája, a megjelenési módja egyértelműen a szupernacionalizmus és a Fidesz, hogy ugyan nem kifejezetten erőszakra, ahogy a Washington Post megírta, hanem más módokra épülő diktatúráját tükrözi vissza. Tehát ez egy nagyon jellemző ok, valami, ami ezt az egész hatalmi rendszert tükrözi. Köszönöm, hogy itt akartam mondani. Hát az, hogy a vonalkódokat leolvassák mondjuk, az szerintem, de én nem tudom, hogy mi történik a kérdévekben, én csak gondolom, hogy ezeket feldolgozni, komment, ez irtózatos sok pénzbe kerül, bár nyilván annak a kérdés, hogy mennyi érkezik vissza. Én csak feltételezem, mert nem érdekli őket, mert nem fontos nekik, mert pontosan tudják, hogy mit gondolnak ezekről a kérdésekről az emberek, hiszen azért csinálják ezeket a propaganda akciókat, mert tudják. És még azért, hogy tehát az elején beszéltünk arról, hogy ezzel szemben rengeteg titkos közvéleménykutatás készül, szerintem alapvetően a közvéleménykutatások alapján van kormányozva ez az ország, tehát én azt gondolom, hogy ők igenis nagyon sokat adnak erre és figyelnek oda. Azt kell mondanom, hogy szemben a bal liberális oldalra, vagy az ellenzékkel, amelyik viszont én legalábbis azt tapasztalom, hogy annyira se veszi komolyan, és nem vette komolyan ezt a dolgot, vagy a közvélemény, amennyire pedig indokolt lenne, és erre nekem mondjuk a legdermesztőbb példa az a budapesti főpolgármester választás volt, mert én nem tudom, hogy készült-e közvéleménykutatás, de hogy nyilvánosan, tehát hogy elindítanak egy jelöltet, aki teljesen ismeretlen, és az én ismereteim szerint egyetlen egy közvéleménykutatás nem készült ott a jelöltségtől a választásokig, hogy egyáltalán mire lehet számítani ebben. Tehát pedig Budapesten csinálni egy közvéleménykutatást, az tényleg nem lett volna. Tehát ez nem egy magánszemély, de hát egy pártnak, vagy több pártnak, akiknek a közös jelöltje van. És én egyébként így a saját tapasztalataimból is azt mondom, hogy hát én is, meg a kollégák is azért nagyon sok olyan közvéleménykutatási eredményt közöltünk, most itt nem közvetlenül a párt preferenciákra, hanem hogy egyáltalán mi foglalkoztatja a közvéleményt, hogy milyen tendenciák vannak, hogy mik azok a kérdések, amikkel érdemes foglalkozni, amik itt a közérdeklődés homlokterében állnak. Mondjuk történetesen én arról, hogy mit gondolnak az emberek a magyar történelemről, hogy ez az egész nemzeti identitás hogy fejeződik ki. És azt kell mondanom, hogy hát semmiféle érdeklődést nem sikerült kicsiholnom mondjuk azoknak a körében, akik elvileg abból élnének, hogy valamilyen módon ezt az országot hát akkor éppen kormányozzák, vagy ha nem kormányozzák, akkor is valamilyen módon vezess. Tehát én azt gondolom, nem tudom pontosan megmondani, hogy mi van ennek a hátterében, de én úgy láttam, nyilván akkor is készültek, tehát mondjuk 2002 és 2010 között számos olyan közvéleménykutatás, aminek az eredménye nem került nyilvánosságra. De összességében valahogy az az ember érzése, hogy a balliberális oldalon a politikusok valahogy úgy gondolják, hogy ők ezt úgyis jobban tudják, tehát hogy nincs szükség ilyen adatokra, mert ők ezt tudják, vagy ismerik, vagy nincs szükségük rá. Miközben a Fidesz meg időnként azt gondolom, hogy túlságosan is nagy jelentőséget tulajdonít ezeknek, tehát azért azt sem hiszem, hogy egy országot hosszú távon lehet úgy kormányozni, hogy hetente megkérdezzük az embereket, hogy mi foglalkoztatja őket, és akkor ehhez igazítjuk a politikát, meg a propagandát, meg a tájékoztatást. Köszönöm. Tessék, kinek van még? Szabad még egyszer? Hogy? Így megkapcsoljuk.
bocsánat, Hanbant, én nem ellened beszéltem. Szó sem volt arra. Jó, hogy szóba hoztad ezt a történet. Nem. Tehát én ezzel a történettel azt akartam mondani, hogy ugye azzal kezdtétek, hogy hát a közvéleménykutatóknak nagyon nehéz dolguk van, és mert nincs rendelés, nem történik semmi. Na most én meg azt gondolom, hogy ebben a folyamatban, ebben a folyamatban, amikor én is ugyanúgy meg vagyok győződve róla, hogy ezek tényleg bukni fognak, csak nem szabad ellaposodni. Tehát, és ebben a folyamatban a közvéleménykutatóknak fantasztikus nagy szerepük van, hiszen tudjuk, hogy mennyire befolyásolja az ellenzéki szimpatizánsoknak is azt a lelkesedését, amikor azt látja, hogy 1%, 1%, 1%, szóval ennek van. Tehát én azt gondolom, hogy mindenfélére szerzünk szponzorokat. Szóval, hogy mi nem lehet akár közvéleménykutatásra szponzor, mi nem lehet, hogyha ez a Balla úr, aki ezt ilyen ügyesen megcsinálta. Hát azért vannak milliómos, milliárdos emberek is, akik szimpatizálnak ezzel a gondolattal, hogy ne pártokat szponzoráljanak, hanem közvéleménykutatókat szponzoráljanak, hogy ezeket, hogy korrupt-e a magyar kormány, vagy nem korrupt a magyar kormány. Szóval miért nem lehet olyan kérdéseket föltenni, amiket az emberek egymás között nyilvánvalóan mindig mondanak, hogy igenis ezek lopnak, igenis ezek hazudnak, mert most ezt meg lehet normálisabban is fogalmazni. És hogyha egy ilyen közvéleménykutatás, hogy Magyarországon a lakosság 70%-a vagy 80%-a meg van győződve arról, hogy a kormány hazudik, annak van hatása. Elnézést, én most improvizálok, csak azt akartam mondani, hogy a közvéleménykutatás az egy nagyon-nagyon fontos eszköz, és az lombozza le az embereket, hogy azt látják, hogy továbbra is van a Fidesz, és azzal foglalkozik most mindenki, hogy a Jobbik veszélyes a Fideszre, és hát a demokratikus ellenzékről meg ne beszélj. Szóval én ezt most ez igazán a téma a közéletben. Köszönöm. De hát a közvéleménykutatás ezt maximum regisztrálni tudja. Hát de ha Na de hát ezt úgy. Hát regisztrálja. Tehát annyi azért még készül, hogy nagyjából láthatjuk, hogy hogyan változik a közvélemény, de én nem gondolom, tehát persze az ember jobb vagy rosszabb kerül lesz, ha meglát egy ilyen eredmény, de azt nem hiszem, hogy a közvéleménykutatásnak a közvéleményre olyan nagy befolyása lenne. Voltak kutatások arra vonatkozóan, hogy mennyire tartják megbízhatónak a kormányt, mennyire bíznak a kormányban? A közvéleménykutatások még akkor is, hogyha a közreadják, publikálják ezeket, nem a közvéleménynek készülnek. A közvéleménykutatásoknak megrendelői és felhasználói vannak. Tehát a kérdés, ha szabad így megfogalmazni, nem az, hogy a közvélemény hogy reagál a közvéleménykutatásokra, hanem a döntéshozókra, angol kifejezésen az opinion leaders, mit tesznek, vagy nem tesznek azokkal az adatokkal, amelyekhez hozzájutnak. És ne felejtsünk el valamit, az nem hangzott el, mert azt mondja, hogy mindenki természetesnek veszi, de azért nagyon fontos, hogy közvélemény kutatásban a megkérdezettek csak arra válaszolnak, amiről kérdezik őket. Amiről nem kérdezik, arra nem válaszolnak. Tehát nem a megkérdezettek döntik el, hogy mi a véleményük, hanem a kérdezők, úgy értem, hogy a megrendelők döntik el, hogy milyen véleményről kívánnak hallani. Ez azért nem semleges. Erről beszélek, hogy miért nem lehet az RTL-t afelé irányítani, hogy ilyen kérdéseket rendeljen a közvélemény. A közvélemény kutató. De ezt
kitől kérdezett tőlünk? A közvélemény kutató. Azt, ha már provokálva vagyok, csak nagyon rövid távirati stílusban egy, nem vagyok letargiában. Nem vesztettem el a küzdő kedvemet sem. Sajnos nagyon egyértelmű keserű tapasztalataim vannak arról, hogy össze lehet-e szedni úgynevezett, hogy te mondtad, szponzori pénzeket közvéleménykutatásra. Nagyon szép példa a Balla Péteré, akiről beszéltünk, de hát végül is egy kérdésre szedett össze egyszer sok pénzt, nem olyan sokat, pár százezer forintot. Én nekem ez eddig nem sikerült, de én még nem nyúltam ehhez a tömeg, tehát hogy nagyon sok ember a sok kis összeget tegyen bele. Valamiért erre még nem szántam rá magam, mert ezt úgy érzem, hogy talán nem tudom. Nem tudom, miért nem szántam rá magam, lehet, hogy majd rászánom, de az nem igaz, hogy vannak itt olyan milliárdosok, akik erre hajlandók lennének bármit áldozni. Nem is sopánkodom én emiatt, de azért arra reagálnék, amit Márta Laci mondott, hogy nem a közvélemény tájékoztatása a fő cél, hanem a megrendelő. Pont erről beszéltem. Egy normális, demokratikus társadalomban, ahol valódi, szabad és független média nyilvánosság van, amelyben pénz is van. És azért ezt ne felejtsük el, ebben az országban nagyon kicsi ország, nagyon kicsi médiával, relatív kevés pénzzel, ahol ha lenne pénz rá, akkor igenis a média finanszírozná a közvéleménykutatásokat, és nagyrészt azért, hogy a közvélemény a saját magáról kapjon képet, tehát egy tükröt tartson a társadalomnak. Igenis, a társadalomnak tudnia kell arról, hogy mit gondoljon a napi, aktuális policy kérdésekről. Hogy például a magyar közvélemény helyesli-e azt, ami az oktatásban történik. Ez például olyan súlyú probléma halmaz, és nem hallatja a hangját a közvélemény. A szülők is lapítanak, többé-kevésbé a pedagógusok is lapítanak, tudjuk, hogy miért. De hogyha lenne független és szabad közvéleménykutatás, akkor ebből nagyon sok minden kiderülne, és az igenis ható erővé válhatna. Én ezt hiányolom, és azt állítom, hogy ez még a 2000-es évek elején is jobb helyzetben volt, ez az eszköz, ez a ható erő, mint ahogy van ma. Köszönöm. Én még ehhez annyit tennék hozzá, hogy igazából... Tehát itt a civil társadalom, a civil szervezetek, a szakmai szervezetek hiánya determinálja ezt is, mert én azt gondolom, hogy a legnagyobb megrendelők mondjuk a policy ügyében éppen, tehát ahogy mondjuk a Tett és Védelem megrendelte a Mediántól ezt az antiszemitizmus kutatást, mert ez vágott a profiljába, és kíváncsi volt arra, hogy mit gondolnak ezekről a kérdésekről. Tehát, hogy egyrészt maga a civil társadalom is nagyon gyenge, másrészt rendkívül forráshiányos, tehát egyszerűen nincs lehetőségük arra, hogy megrendeljenek ilyen kutatásokat, pedig szerintem talán ez lehetne, ők lehetnének a leginkább a generátorai ennek, de egyszerűen nincsen. Tehát nagyon tehát soha nem is volt ez egy nagyon masszív része a társadalomnak, és most pedig már azt gondolom, hogy minden forrást kivontak innen, mondjuk akár az oktatás, akár az egészségügy kérdésében, úgy gondolom, hogy innen indulhatnának ilyen kezdeményezések, nem pedig magánszemélyektől. Csak röviden, hogy miért vagyunk ilyen gyengék? Hát azért vagyunk ilyen gyengék szerintem. Hát nincs a Fidesz világmagyarázatával szemben egy alternatív világmagyarázat összerakva, és ennek nincsen politikai értékek is ebben. Hát a politika az egyfajta háború lelkekért, mondhatjuk, hogy ez közhely. Orbán Viktor összerakott magának egy hadsereget, és vívja ezt a háborút folyamatosan. A mi táborunk nem vívja ezt a háborút, zászlója sincsen, nem is tudjuk, hogy mit akarunk. Tehát amikor például
egy gyakorlati példát mondjam. Amikor az egyetem is csak tüntet azért, hogy az állam miért szünteti meg az ő szakját. Hát azért szünteti meg, megszünteti, mert ő adta. Az állam hittel szemben, az állam elvűséggel szemben egy másik fajta állami, másik fajta állam elvűség nem alternatíva. Azt kell mondani az egyetemistának, hogy vonuljon ki az állam felsőoktatásból. Most ez egy gyakorlati példa. És akkor az állam nem tudja megszüntetni a szakodat, mert nem is ő adta. Hát, értik, hogy mire gondolok? Tehát ez így nem. Tehát azok, amiről mi beszélgetünk, konzultáció, közönkültársak, ezek technikai részletkérdések. Ezek fegyverek a lelkikérdőt háború. De én a fegyver akkor tudom használni, hogyha tudom, hogy mit akarok vele. Kutatásokról, közvélemény kutatásokat bárhol lehet kezelni, de közvélemény kutatásokat elemezni lényegében csak magazinokban, heti lapokban lehet. És nagyon sok példája van annak, hogy megrendelnek közvélemény kutatásokat, amelyek aztán az első oldalra kerülnek. Főleg juborka szezonban nagyon jól jön, hogyha a közvélemény kutatásról lehet színes címlapot és 4-5 oldalas elemzést közölni. Magyarországon a heti lapok, sok heti lap van, de a jelentős heti lapok száma nagyon csekély. A példány számban már nem is beszélek, hogy az Élet és Irodalom, amelyik azt hiszem a legtekintések között van, 18 ezer, a HVG mennyi, 40-50 ezer talán. Ezek nagyon, nagyon kis számok. Többek közt ezért nem tudnak elegendő pénzt generálni ahhoz, hogy közvélemény kutatásokat finanszírozhassanak. És a sajtó és az államon kívül nincs egy harmadik fél, amely ezeket lényegében finanszírozná. Én itt látom az ebet eltemetve. Köszönöm szépen, de csak egy egészen pici mellékszál, csak azért említem, mert szóba kerülünk itt, hogy pénzek léteznek. Tehát ez egy létező nép, bibliai nép, Penzeusnak fordítja a Károly Biblia, pénzek. Azon két nép egyike, ott voltak Kánaán földjén a honfoglalás előtt, és akikkel szemben az örökkévaló azért küldte oda az ő népét, hogy vigyenek oda egy igazságosabb rendszert, államot, ugyanis ezeknek a bűne mondjuk így az volt, hogy törvénytaposok voltak, a szegényeket üldözték, az állatokat kínozták, és a törvénykezést egyáltalán a saját hatalmuk befolyásolására használták fel. Na most a honfoglalók nem pusztították ki ezeket a törzseket, mert még Ezrás idejében is léteztek, hanem összekeveredtek velük, kompromisszumot kötöttek, és ha valamiért az örökkévaló üzenete népét, az két dolog volt. Az egyik, hogy visszaértek a törvénykezéssel, tehát olyan törvényeket gyártottak, amelyek a gyengébbek jogait nem védték, és csak az erősebbeknek biztosítottak lehetőséget a harácsolásra, a másik dolog pedig a szegényekkel szembeni közön. Tehát a penzeusok vagy a pirézek léteznek, sőt valószínű, hogy a samaritánusok között megmaradtak mind a mai napig, ez egy pici populáció még, de a perizeus vagy jebuzeus vagy más hasonló nevű népek szemlélete az a lustaság, a kényelem szeretet, az önzés és az egyéb vágyak révén megmaradt azokban is, akik másféle mintát képviselhetnének és építhetnének fel. És azért reménytelen az ügy, ha reménytelen. Én sem hiszem azt, hogy teljesen reménytelen, mert hát mindenkinek van egy erőteljes önzés, és hihetetlenül bosszantja, hogy a másik önző barátshoz is, és kihasználja az előnyeit. És hát az a kérdés, hogy leszünk annyira nagykorúak valahol, hogy önzetlenül mások jogai, kicsik jogai. Mert most csak ide befűzök még egy fél mondatot, hogy én emlékszem azokra az eseményekre is, amik miatt én a Gyurcsány kormány idején tüntettem Miskolcon a szegények érdekében. Tehát azért, hogy olyan nagyon rossz világban azért
a bilézekkel való kompromisszum, van egy kicsit udasabb, hogy mindegy, bocsánat, ezt is a problémát.